Köszöntöm Önöket így 8 óra után 10 perccel, és ahogy mondtam a híradóban, Egeresi Zoltán Törökország szakértővel kezdünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt kívánok! Kezdjük azzal, ami hétvégén történt Törökországban. Nagyon sok minden van, de mint a legfrissebben. Mennyire furcsa ez a helyzet, ugye egy kurd esküvőn, önmagában ez egy 12 év körüli fiú robbantott, önmagában megdöbbentő. Mennyire furcsa az a helyzet, hogy ugye egy kurd esküvőn robbantottak. Ha Törökországban van bármilyen merénylet, Erdoğan előszeretettel jelenti ki rögtön, hogy azok a kurdok voltak. Logikailag egy kurd esküvőn a kurdok nem robbantak, tehát ezt most nem tehette. Ezért rögtön azt mondta, hogy az iszlám állam volt. Mennyire megalapozott Erdoğannak ez a véleménye? Hát, hogyha megnézzük az elmúlt egy évet, amióta Törökországnak zajlik a nagy terrorellenes háborúja, amelyben ugye nagyon sok terrorszervezet ellen indított hadjáratot, a kurdok részéről a kurdisztáni munkáspárt van fönt a listán, a PKK, amely ellen nagyon komoly akciók vannak Törökországban, nagyon komoly utcai harcok is, és a PKK, illetve vele összefüggésben hozott szintén kurd terrorszervezet, a kurdisztáni szabadság solymai valóban több támadást elkövettek az elmúlt egy év folyamán, nem csak Kelet-Törökországban, hanem Isztambulban és Ankarában is, akár csak ezen a tavasszal több tucat ember halálát is okozó merényletek voltak. Ezeket ők, különösen a isztambuli és az ankarai merényleteket, ez a kurdisztáni szabadság ami magára is szokta vállalni. Viszont ez az idő alatt az iszlám államnak is voltak jó pár merényletei. Tehát ebből a szempontból az, hogy egy kurd esküvőre a török vezetés azt mondja, hogy valószínűleg az iszlám állam állhat mögötte, az elég valószínű, és az iszlám állam több kurdok ellen, vagy hát kurd, többségében kurdok által látogatott rendezvény ellen követett el támadásokat. Ugye ez az egész nagy háború a szurucsi merénylettel kezdődött tavaly júliusban, amikor főleg hát baloldali szervezetnek, fiat ifjúsági szervezetnek, aki főleg kurdokból álltak a rendezvényében robbantotta fel magát egy öngyilkos merénylő, vagy a tavaly októberi ankarai merénylet volt nagyon fontos, ahol alapvetően szintén baloldali szimpatikazásokat, szakszervezeti tagokat, sőt a kurd pártnak néhány tagját sikerült egy öngyilkos merénylet keretében meggyilkolni. Ott is nagyon sok kurd volt, és ez a mostani eset hát nagyon valószínű, hogy szinte az iszlám állam követte el, amely ebben az időszakban, ebben az egyében nagyon szinte stratégiai építi fel, hogy főleg kurdok által rendezett rendezvényeken robban, de nem csak ezt láthatjuk, ugye az isztambuli Atatürk reptéren elkövetett támadás, ott is volt robbantás, az is szintén az iszlám állammal hozták összefüggésbe, tehát nem csak kurdokat úgymond, vagy kurd rendezvények támadnak, hanem gyakorlatilag bárhol lecsaphatnak, ugye Isztambulban is turisták ellen történtek. Ennek nem mond az ellen, hogy az iszlám állam nem vállalta magára, hiszen az európai terrorcselekményeknél azt láttuk, hogy előszeretettel azonnal magukra vállalják, még adott esetben azt is, amit egyébként igazából nem ők követtek el, hiszen ez a megfélemlítésnek egy fontos eszköz az iszlám államnál. Itt viszont ezt még nem vállalták magukra. Törökország esetében azt látjuk, hogy az iszlám állam nem szokta magára vállalni a nagyobb vagy kisebb horderejű akciókat, különösen a kurdok ellen elkövetett, vagy kurd rendezvényeken elkövetett támadások után van nagy csönd. Ezzel igazából szinte még nagyobb kárt okoz Törökországban, mint hogyha magára vállalnám, hiszen rögtön megindul a gondolkodás, a összeesküvés elméletgyártása, hogy akkor valószínűleg akkor kiállhat-e mögött. És hát a kurdok része nagyon sokan úgy vélik, hogy lehetnek kormányzati háttere ezeknek a támadásoknak. Ha nem is az, hogy nyilvánvalóan kormány követi el ezeket, de hogy a nem megfelelő terror elhárításnak köszönhetően lehet elkövetni ilyen akciókat, és az a török részéről, a török titkosszolgálatok részéről is hiba volt, hogy bizonyos iszlamista vagy dzsihadista sejtet, amelyet az iszlám állammal hoztak van összefüggésbe, azt nem sikerült még mindig föl számolni. Több tagját elkapták, ezen a tavasszal is meg is gyilkolták, egy tűzpárbaj alakult ki, és ez az a sejt, amihez a szurucsi, az ankarai, és hát most legújabban pedig ezt a akciót is összefüggésbe hozzák. Ugye ön azt mondja, hogy az iszlám állam azért is nem vállalja magára, mert ezzel a zavaros helyzetet lehet elősegíteni, és valóban, ha megnézzük, Törökországban elképesztő helyzetek uralkodnak. Tehát iszlám állam, a kurdok, a pucskísérlet utáni leszámolások, és maga a török kormánynak a tagja, az uniós ügyekért felelős miniszteri biztos azt mondta a hétvégén, hogy Törökország a polgárháború irányába tart. Ez önmagában furcsa szerintem, hogyha a török kormánynak egy tagja ezt kijelenti, hiszen ez nyilvánvalóan nem jó egy ország számára, hogyha ezt mondják. Valóban egy polgárháborúhoz közeli helyzet kezd már ott kialakulni ön szerint?
én azért ezt, ez egy nagyon, a polgárháború az nagyon erős szó. Az biztos, hogy Törökország bizonyos szinten megy a káosz felé, de a kormány alapvetően uralja a közbiztonságot korlátozottan is, de alapvetően uralja az állami intézményeket. Tehát azért a polgárháborútól még messze vagyunk. Ha viszont azt nézzük, hogy Kelet-Törökországban már hát legkésőbb tavaly ősz óta nagyon komoly harcok folynak a PKK-val szemben, itt bizonyos helyeken, településeken vagy városnegyedekben kvázi szíriai viszonyok alakultak ki, bomba döntött épületekkel, több százezer belső menekülttel, akik hát bizonyos helyekre már elkezdtek visszatérni, ahol úgymond sikerült rendet tenni, tehát kiszorítani a PKK-nak a harcosait, de ennek még messze nincs vége, és a török kormány részéről nem nagyon van hajlandóság arra, hogy valamilyen fegyverszünetet vagy békét kössenek a PKK-val, még hogyha az már tett néhány erre utaló nyilatkozatot vagy próbálkozást. A török kormány teljes célja az, hogy abszolút kiszorítsák Törökországból a PKK-nak a csapatait, és a dél-kelet-törökországi, kelet-törökországi területeket teljesen megtisztítsák. Ez még soha nem sikerült, amióta 1984 óta folyik a harc. Valószínűleg ez még a következő hónapokban, de akár években is elhúzódhat. Ez mindenféleképpen nagyon komoly gond, és a dél-keleti-keleti biztonsági helyzet az ebből fakadóan rendkívül rossz. És ez a Gaziantep-i, ugye ez egy hatalmas város a dél-kelet-törökországban, ott elkövetett merénylet ráadásul, amelyben egyébként a pikantériáját az adja, hogy ezen az esküvőn a kurd pártnak a tagja is, meg a pártagja is jelen volt, tehát van ennek egy pártpolitikai színezete is. Tehát ugye még nagyobb hát félelmet fog kelteni a helyi közösségbe, és elkezdi a társadalomnak a kötő szöveteit szétzilálni, hiszen hogyha már egy esküvőben is egy kvázi gyerek elkövet egy ilyen akciót, akkor hol van az ember biztonságban. És ugye másrészt viszont, hogyha az ország nyugati részére tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a tisztogatások pedig gőzerővel folynak. Ugye a puccsisták vagy azokkal összefüggésbe hozott személyek tízezreit bocsátották el, tartóztatták le az elmúlt egy hónapban, és ugye ez a folyamat még mind most is folytatódik, ez egy további félelmet gerjeszt a török társadalomban, hogy vajon ki az, akitől félni kell az mágán az államigazgatáson belül, ami egyébként alapvetően nehezíti meg az állami funkciónak az ellátását, és akár a titkosszolgálat sem független ettől a tisztogatási folyamattól, és ettől a bizalmatlanságtól, ami nyilvánvalóan oda vezethet, hogy a biztonsági helyzetnek a fenntartása vagy stabilizálása az sokkal nagyobb nehézséget jelent a mostani rendőrségnek, titkosszolgálatoknak, akár a hadseregnél is, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt volt, amikor szintén azt láttuk, hogy relatíve gyakran történnek terrortámadások, akár Törökország nyugati részén is. Igen, csak hogy a bocskísérlet volt, hogy folyamatosan számolják fel a demokratikus szabadságjogokat, az Unió meg igazából úgy néz ki, mintha nem menne semmit tenni, hiszen egész egyszerűen a menekült kérdés miatt meg van kötve a keze. Jean-Claude Juncker a hétvégén azt mondta például, hogy ő nem tartja kizártnak azt, hogy megkapják a törökök a vízummentességet ebben a helyzetben, amikor ilyen viszonyok vannak az országban. Hát ez egy szép kijelentés volt a törökök felé, de én azért annyira nem látom ezt a meccset lejátszottnak. Tehát október végéig kellene a vízummentességet megkapniuk a törököknek. Elvileg ezt már június végén meg kellett volna kapniuk. Addig igazából nem fog változni gyökeresen a politikai helyzet, biztosan nem. A szabályozási környezet, tehát valószínűleg nem. Igen, ugyanolyan hangok elhangzottak az Európai Uniós vezetők részéről, miszerint a bizottság részéről, hogy nem, hogy október, de még a jövő év is problémás, hogy Törökország megkapja. De az igazi kérdés az, hogy mennyire fogják majd a török fenyegetéseket, követeléseket komolyan venni. Igazából a vízummentességnek a megadása nem omlasztaná össze az Európai Uniót, hiszen olyanok, csak azok kapnák meg a vízummentességet, akinek a megfelelő Európai Uniós sztenderdeknek megfelelő útlevél rendelkeznek. Tehát biztosan nem a török társadalom döntő része, sőt, nagyon kevés ember tudná ezt igénybe venni. Nem gondolkodhatnak úgy az uniós vezetőkre politikusként, hogy sokkal kisebb gond megadni a törököknek a vízummentességet, mint sem amekkora problémával szembe kellene nézni akkor, hogyha felmondanák a törökök a menekültekkel kapcsolatos megállapodást, és ráengednék Európára a menekülteket. Valóban ez egy nagyon jó kérdés, Brüsszel, hogy ezen majd a brüsszeli vezetés fog az Európai Uniós vezetőkkel, egy tagállamok vezetőivel együtt egy választ adni erre. Úgyhogy majd meglátjuk. Én azt látom, hogy jelenleg ez annyira átpolitizált kérdés, hogy valószínűleg nem fognak engedni Törökországnak. És ugyanakkor mást is látni kell, hogy Törökországnak sem feltétlenül érdekét most felrúgni ezt a megállapodást, hiszen akkor gyakorlatilag azt az adóász, amit a menekültek jelképeznek az ország
kártyái között, ez gyakorlatilag elveszíti, hogyha most idézőjelesen véve Törökország ráengedi az Európai Unióra a menekülteket, akkor az Európai Uniónak igazából nem nagyon marad oka, hogy anyagilag támogassa Törökországot ennek a válságnak a kezelésében, nem nagyon marad oka, hogy valamikor, hanem is egy-két éven belül, de akár 5 év múlva is megadja a vízummentességet, sőt, akkor valóban felvetődik az a kérdés, hogy egyáltalán az Európai Uniós lakozási folyamatot, vagy ezt a státuszt, ezt érdemes-e fenntartani, könnyen lehet, hogy azt mondja vissza, hogy akkor nem. És erre viszont Törökországnak azért szüksége van, még akkor is, hogyha a török vezetés ezután a pucskísérlet után alapvetően belpolitikára koncentrál, és próbál leszámolni az ellenfelével egyrészt, másrészt pedig azt látjuk, hogy az utóbbi egy-két hétben egy újabb lendületet vett az alkotmányozási folyamat, aminek a legalábbis a kormánypárt részéről az a legfontosabb célja, hogy az elnöki rendszert bevezessék. Meglátjuk, hogy ez is hogyan fog zajlani, és sikerül-e ezt elérni az ellenzéki pártok bevonásával. Jelzem itt egyébként a kurd pártot nem vonták be, csak a parlamenten ülő török ellenzéki pártokat. Tehát kérdéses, hogy mi lesz az össznemzeti alkotmány. De az biztos, hogy most a török vezetés alapvetően ezen a fronton szeretne eredményt elérni. A vízummentesség és ezzel a migráns kérdés, migráns megállapodásnak a kérdése az valószínűleg inkább októberre, de több mint valószínűleg jövő évre fog eltolódni. De nem fog ez patthelyzetet jelenteni? Ugye ön azt mondja, hogy Törökországnak nem érdeke igazából felmondani a menekült kérdést, mert nem lesz akkora adóász a kezében. Az Unió viszont nem fogja meg, vagy hát, ha nem adja meg a vízummentességet nekik, akkor a török kormány hogy tud ebből a kijelentéséből visszatáncolni? Hát a török kormány igazából nem muszáj neki ebből a kijelentésből visszatáncolni. Ilyen kijelentéseket hallhattuk ugyanúgy június vége előtt is, ugye amíg az első határidő volt a vízummentesség megadására, meg Erdoğan részéről is nagyon komoly kijelentéseket. És akkor így van, ez pontosan benne van a pakliban, hogy így van, és ezért is mondtam, hogy október felé közvetve még komolyabb kijelentések várhatók a törökök részéről, de én nem hiszem, hogy ebből a megállapodásból ők kifarolnának. Az viszont sokkal inkább elképzelhető, hogy újabb követelésekkel állnak elő, újabb csatlakozási fejezetnek a megnyitását fogják kérni, amire igazából milyen rengeteg valami, kb. 15, amit még nem nyitottak meg, tehát erre igazából van némi tér, és az is lehet, hogy akkor újabb pénzügyi segítséget fognak kérni. Úgy egyébként, hogy ezt hangsúlyozni kell, hogy az eddig beígért 3+3 milliárd euróból, körülbelül egy 3 milliárd euróból egy körülbelül 100 milliós nagyságrendet sikerült kifizetni az Európai Uniónak, ugyanis projektekre kapják ezek a pénzt, ezeknek a lekötése az viszont időt vesz igénybe, tehát a törökök eddig még túl sok mindennel nem voltak kisegítve, az viszont másik oldalról látszik, hogy drasztikusan visszaesett a Görögországba igyekvő illegális migránsoknak a száma, míg akár még a tavaszi hónapokban is havi 50-60 ezer ember jutott át Görögországba, ez a szám mostanra egy olyan kb. 1000 fő környékén mozog. Igen, ahogy azt szerintem mondják, hogy a pucskísérlet óta megint megnőtt azért a Görögországban lévő menekülteknek a száma, hiszen nem megy úgy a visszafogadás. Hát illetve többen úgy gondolták, hogy akkor a parti őrséget jobban ki lehet játszani, de ez a szám egyébként nem egy jelentős változás, tehát eddig mint mondottam, ilyen ezeres nagyságrendről volt szó, most már kb. 2000 emberről van szó eddig augusztusban. Ez a duplája, így van, de még mindig töredéke annak, amit a tavaszi hónapok, vagy mondjuk az őszi hónapok produkáltak, amikor volt olyan hónap, amikor 200 ezer ember kelt át. Tehát ez még mindig menedzselhetőbb, mint hogyha havi szinten 10 000-ek próbál, vagy napi szinten próbálnak 2-3 ezer ember átjutni. Hát ezt hiszem a következő időkben, mint Törökország szakértőnek lesz még munkája. Köszönöm, hogy eljött már hozzánk. Köszönöm szépen én is.